megszülettek az eredmények. Mert van, aki nagyon fog örülni, de egy-ketten nem fogtok örülni. Tudod, hogy indulunk? Igen, tudod a jelzéseket? Akkor szeretném hallani, mert már papagáj vagyok, az az igazság. Mert százszor elmondtam, és senki sem úgy csinálja. Igen? Arra nézünk, tesszük a kezünket, és még egyszer átnézünk. Igen, de közben visszafordítjuk a fejünket, ugye? Mert nem végig hátul van a fejünk, jó? Úgyhogy kérem, úgy csinálj, jó? Felkészültél? Igen. Hajrá! És bemérek a pólóba. Amúgy én kiskoromban mindig azt csináltam, hogy így, és akkor mindig visszafordultam, amikor hátra néztem, ezért sose néztem hátra. Egyszer neki is mentem egy bácsira. Szemből. Tök emlékszem, leordította a fejemet. A Boti meg olyan... És nem volt igaza? Bocsánat, hogy belehallgattam. Ha jól hallottam, ön ment neki, ugye? Igen. És nem volt igaza? De igaza volt. Jól van. Miért vannak most itt? Mert leszeretnénk tenni a vizsgát. Miből? Kerékpárból? Motorról. Abból már kis van? Motor. Most gyakorlatilag akkor itt a kerékpárral megmutatják, hogy mit tudnak, és akkor ezután, hogy hogy működik ez? Valamelyikük mondja el nekem. Hát ez egy válogató, mivel túl jelentkezés van, és most kiválasztják azt a 15 embert, aki részt vehet ezen az ingyenes oktatáson. Tehát akkor jól értem, akkor itt most az a tét, hogy 15-en önök közül részt vehetnek egy ingyenes igen. kis motor oktatáson. Ez komoly dolog? Igen, az. Eléggé. Most egy kis motor vizsga, az mennyibe kerül, van róla fogalma? 80 000. Hú, ezt így nagyon komolyan mondták. 80 000 forintba igen. kerül, és igen. akkor most az a 15 ember, aki itt teljesít, az ingyen megcsinálhatja. Igen. igen. Jó, akkor így már értem, hogy komoly a dolog. Mit kell itt csinálniuk? Bicikliznünk. Először elméletibe kellett megírnunk egy tesztet, utána pedig aki végzett, kijött ide. Elmagyarázták, hogy hogyan kell megcsinálni a pályát, utána pedig gyakorlatban is el kellett végezni. Egyszerű ez a dolog itt? Nem. Vagy csak látszólag? Vannak könnyebb részei. De ezek szerint akkor vannak nehezebbek is, amin el lehet vérezni. Tudtak gyakorolni előtte? Igen. Egyszer volt egy gyakorlás. És igazából azért már úgy gondolom, hogy önök kerékpárral is közlekednek a városban. Igen. Tisztában vannak nagyjából a kresszel? Igen. És akkor miért van az, hogy nagyon sok esetben, amikor baleset történik, akkor ott a hozzászólók is mondják, hogy meg mennek el a kerékpárosok is, mint a meszesek, motorosok is, autósok is. Miért lehet ez? Tudják a szabályokat, de nem tartják be. És akkor valószínűleg nem olyan emberek követik el a többségét, akik most itt, mint önök is készülnek rá? Hát valószínűleg nem. Mert itt mindenki tisztában van a kressz szabályaival. Na azért biztos, hogy tudnék rá tenni olyan kérdést. Segi! De nagyjából. Nagyon maga biztos. Nagyjából. A kressz szabályából tisztában volt, amikor neki ment a bácsinak, akit az előbb elmondta? Akkor még csak 3 éves voltam. Ja, értem. Tehát akkor nem így izomból neki tekintem. Nem. 3 évesen az még megbocsátható bűn. Szülők hogy állnak ehhez a kérdéshez? Ők is jónak találják ezt a lehetőséget? Igen. Támogatnak. Melyik iskolába járnak önök? Nádasdi. Amikor egy ilyet megkérdeznek, valaki jön a messziről, akkor Nádasdi nem biztos, hogy mond neki valamit, vagy ha Szegeden nézi. Sárvány, Nádasdi, Tamás általános iskola. Mennyire profi, köszönöm. Ki az, aki már megcsinálta ezt a feladatot? Majdnem mit. Végeztek akkor már majdnem? Igen. Jó, itt ha majdnem többen vannak, mint 15-en, mely elkeseredettek lesznek, hogyha valakinek nem sikerül? Igen. Eléggé. És ki az, aki mondjuk vétett valami nagy hibát önök közül, aki tudja magáról, hogy komolyat vétkezett? Jó, de ez nem szégyen, gyakorlatilag bárkivel előfordul, még a tapasztalt vezetőkkel is. Mit hibáztak? Hát a kerékpározás közben nem tettem ki a kezem, és nem néztem hátra az elején, mert elfelejtettem, és szerintem a tesztokban is lett hibám. Ha én autóvezető vagyok, és ő nem néz hátra, és nem teszi ki a kezét, és elém kanyarodik, akkor én ráfékezek, és összeteltem a két kezem, hogy meg tudjak állni időben. Igazából itt most csak nem egy ingyenes tanfolyamat ért, hanem azért nagyon komoly igen. tétje van ezeknek a dolgoknak, és gondolom azért, ha most vagy sikerül, vagy nem, azért egy életre megtanulta, hogy ez illene megtenni, és nem csak azért, mert itt most figyelik és pontozzák, hanem ha szeretne sokáig élni és nagymama lenni majd.
Jó, a kreszből melyik a legnehezebb, ami így a fiataloknak nem nagyon megy? A slalom, nem? A kreszből! Ja. Semmi baj. Ja. Cenzúra! Jó, most voltam, elfáradtam. És hogy sikerült? Hát... Jól, szerintem. Egyébként ez nagyon tetszik, hogy itt vannak nagyon magabiztosak, nagyon mosolygósak, még az is, aki feltette a kezét, hogy ő komolyan hibázott. Úgyhogy azt gondolom, hogy már azzal nyertek, hogyha megpróbáltak felkészülni erre. Nem maradtunk matek óráról. A legjobb. Ezért van. Nem akartam ilyen direktben mondani, de igen. Amikor diák voltam, én is baromira örültem nekem, amikor lehetett lógni. De azért nyugtasson meg, hogy tanultak is valamit. Én tanultam rá. Vittem Horvátországba ezt a könyvet magammal. De senki nem mondta, hogy olvastad is. De olvastam. Tanultam rá. És az Attila bácsi, a kresztanárunk pedig felkészített minket. Isten áldja Attila. Ő komolyan beszél? Igen. Isten áldja Attila bácsi. Egyébként az előbb itt beszéltem a rendőrökkel, megkérdeztem, hogy milyenek a fiatalok, és ők is azt mondták, hogy itt Sárváron Attila bácsi miatt is talán nagyon-nagyon profik, meg nagyon felkészültek a diákok. Ez nem mindenhol van így, van, aki oda megy, hogy majd lesz valami, de úgy látszik, hogy itt a magabiztosság mögött azért valamekkora tudás is van. Mutass meg nekem azt... Ki a Rebeka? Ő a legmagabiztosabb? Nem, ő országos bajnok. Miből? Kreszből? Kreszből, igen. Ez komoly. Van ilyen, hogy országos bajnokság? Igen. Ő. Akkor öntől nem kérdezek semmit, mert hát, ha leiskolázna azonnal. Ezt a Kressz könyvet mutassa meg nekem egy pillanatra. Hogyha valaki ezt elsajátítja, ezt a vastagságot, akkor azért ő már elboldogulhat kint az úton? Igen. Gépkocsi vezetők részére van. Jól tudsz olvasni. Viszont nem tűnik egy nagyon vastag dolognak, úgyhogy... Tehát ha valaki rászánná magát, akkor igazából ő meg tudná tanulni. Jó. Rendben, akkor erről az egész tanfolyamról, tehát aki most innét tovább jut, mi a következő lépés? Heti kétszer be kell járni Kressz órára, és oda mindenképpen meg kell jelenni, és nagyon sokat kell rá tanulnunk. Azt hiszem, mondták, hogy 80 ezer forintért ez egy minimális elvárásnak tűnik. Igen. És majd mennünk kell vizsgákra, mert elsősegélyből kell levizsgázni, meg mindenből. Gyakorlatból. Megkapunk egy kódot a neten, és akkor ott bejelentkezünk, és ott kell ilyen teszteket tölteni. Tehát akkor képzésen is átesnek, utána jön a gyakorlati, és igazából mikorra ülhetnek kis motorra, amikor már legálisan tehetik ezt meg? Hát először be kell tölteni a 14 éve. Aki nem tölti be, májusig végezzük ebben. Májusig. Tehát ez egy követelmény, hogy 14 évnek, 14 évet be kell tölteni, és akkor utána, ha leteszik a vizsgát, akkor utána már kis motorra robogóval száguldozhatnak idézőjelben a városban. Mi ez a Kressz verseny, mit kell erről tudni? Hát igazából vannak megyei és vannak országos, illetve még vannak nemzetközi versenyek is. És általában, mint mi szoktunk indulni, azok ilyen általános iskolásoknak vannak kitalálva, de vannak ugye még idősebb korosztályoknak is. És talán ami legtöbbször voltunk, az itt a Szombathelyen van a Szavária Kressz verseny, és az egy ilyen megyei, illetve még az autoklubos, az országos és nemzetközi szinten is van, és ide a Sulingból már több tanuló is kijutott. Például az Emma is volt már Bécsben. Melyikük Emma? Emma vagyok. És ezt hogy kell elképzelni? Csak tesztlapokat töltögetnek, vagy van más is? Nem, tesztlapokat töltünk, illetve még gyakorlati biciklizés is van. És vannak olyan versenyek, ahol még kivisznek minket egy városba, egy idegen városba, és ott teljesen új körülmények között kell biciklizni. Szabadon engedik önöket, és menjenek? Hát tulajdonképpen jön mögöttünk egy rendőrautó, és mi bukósisakban és mellényben egy fülhallgatóval a fülünkbe kapjuk az utasításokat, hogy melyik kereszteződésben merre menjünk, és igazából ezt is pontozzák, és minél szabályosabban kell megtenni ezeket az utakat. És akkor, hogy az előbb mondták itt a többiek, ezek szerint önnek ez nagyon jól sikerült, hát, ugye? Szokott. És ez mit jelent konkrétan az, hogy jól sikerült? Hát voltam már ezen a kikes versenyen, országoson azt hiszem egyszer voltam ötödikben első helyezett, és csapatban is elsők lettünk a karatesommal,
illetve hatodikba is megszereztem az első helyet országosan, és az egyik évfolyamtársammal elsők lettünk csapatban, és ő pedig harmadik lett. Tehát nagyon szép eredmények. Hányadikos most? Nyolcadikas. Nyolcadikas. És hogy érzi itt a mostani megmérettetésen, hogy teljesítettél? Hát a Tesla Pro-ról azt tudom, hogy jól sikerült, és szerintem a biciklizésre lett rossz. Egy nyolcadikas lány, ha mondjuk valamelyik közeli családtagjával ül, ő bele tud szólni a vezetésbe, hogy ezt nem így kellene? Hát volt már rá példa. És mi a reakció ilyenkor? Hát azért persze kicsit furcsa, hogy pont én szólok be egy idősebbnek a technikájába, de hát... Volt már olyan, aki megfogadta, hogy na jó, volt. Akkor legközelebb jobban figyelek? Igen, volt. Akkor így is van értelme ezeknek a tanulmányoknak, igen. Azt gondolom. Nem tudott mindenki bekerülni a programba, de azért annyit el szeretnék mondani, hogy a Szent László Katolikus Általános Iskolába készültek erre a dologra? Készültünk a tesztre, tanultunk. Hm? Ki van onnan? Tegye fel a kezét. Készültetek valamit rá? Elméletből? Mert a tesztlapok nem azt mutatják. A tesztlapok nem azt mutatják. 15 kérdésből van, aki 10-et elrontott. Az alapvető dolgokat elrontotta, és ez egy kerékpáros teszt volt. Sajnos ezeket a gyerkőcöket nem tudjuk bevenni a programba, mert volt három olyan illető, a Nádasi Tamás általános iskolából, aki nulla hiba pontosra írta meg a tesztet. Ő viszont nagyon sokat készült rá, véleményem szerint. És úgy tudom, hogy van olyan, aki mostanában nem is tanult kreszt, és mégis leült otthon, és komolyan vette a feladatot, és készült, és bekerült a programba. Úgyhogy egy kicsit többet kellett volna készülni. Jó? Akkor én nem is húzom tovább az időt, hanem sorolom a neveket. Jó, hogy kikerült a programba. Németh, nem úgy, nem sorrendbe. Németh, Rebeka. Rebeka, hol vagy? Ügyes vagy, gratulálok, jó? Nem kell kijönni, de gratulálok. Akkor még egyszer elmondanám, aki hallotta a nevét. Van neki egy hete, hogy meggondolja, hogy tényleg szeretne részese lenni a programnak. Nincsen délután kézilabda, nem lehet kressz helyett kézilabdára menni, és különböző, nem tudom, hogy milyen elfoglaltságotok van délután, milyen szakkörök vagy ilyenek, foci sincs a fiúknak, hanem kressz van. Ezt mindenki megértette? Igen? És mindenki le tud mondani a délutáni elfoglaltságáról? Nagyon sokat kell tanulni. És még egy dolog. Attila bá fogja a kreszt tartani, hogyha valaki nem fogad szót neki, vagy nem úgy viselkedik a délutáni elfoglaltságokon, akkor az Attila bá engem felhív, és a programból két figyelmeztetés után az a gyerkőc ki van rakva, jó? És akkor még helyette be tudunk venni másikat. De ezt a hetet fordítsátok arra, hogy gondoljátok át tényleg, hogy képesek vagytok-e rá, tanulni fogtok-e, és végig csináljátok. Mert nagyon sok helyen abba hagyták. A kressz közben úgy gondolták, hogy ez tényleg nehéz, nem csinálom, és már nem tudtunk másik gyerkőcöt bevenni, és a másik 10 gyerektől vettük el a lehetőséget, jó? Ezt gondoljátok meg, gondoljátok át, és hogyha valaki nem akarja mégis, akkor az Attila bárnak jelezze, és választani fogunk helyette másik emberkét. Otthon mindenki megbeszélte, mindenkiről tudnak, ugye? Akkor rendben van. Hát gratulálok a bekerült gyerkőcöknek, a többiek ne keseredjenek el, szerintem lehetőség van kedvezményesen megcsinálni a tanfolyamot, ezen is gondolkodjatok, hogyha valaki úgy gondolja, hogy mégis elkezdi, Attila bárnak jelezze, jó? A másik iskolából is nyugodtan Attila bának jelezzétek, és ezt tolmácsolni fogjuk az autós iskola irányába. Jó. A tanfolyam, bocsánat, a tanfolyam részleteiről a későbbiekben Attila bától felvilágosítást fogtok kapni, hogy mikor fog kezdődni. Nem tudom, Attila, jó? Mondom, akkor a jövő héten csütörtök, szerda délután 3-tól 5-ig jövök. Személyigazolványt kell hozni. Lakcímkártyát, egyeztetünk adatokat, mert ez pontos lesz, és akkor a csoportbeosztás, ne jegyetek meg, mert
két fele szedem a társaságot. Kézilabda is, meg a minden belefér, majd egyeztetünk, hogy melyik napon. Meg az egyéb ilyen táncmulatság, meg vannak ilyen szakkörök, aztán a többit majd akkor személyesen, jó? Csütörtök, szerda megfelel mindenkinek. Itt találkozunk, személyigazolvány, lakcímkártya. Kész. Köszönöm. A program teljesen ingyenes. Az első vizsgát is, az első pótvizsgát is, hogyha ne találtánk kreszből, első segélyből, forgalmi vizsgából nem sikerülne valakinek elsőre, akkor az első pótvizsgát is a rendőrség fizeti. Viszont a második pótvizsgától mi már kiszálltunk a buliból, onnantól fogva a tiétek a lehetőség, és nektek kell fizetni. Szerintem így is nagyon korrekt a baleset megelőzési bizottság, hogy még a pótvizsgákat is állja, minden modulból egyet. De azért nem szeretném, hogyha kihasználnátok ezt a lehetőséget, és szeretném, hogyha majdnem mindenki kreszből elsőre átmenne. Természetesen vannak olyanok, hogy elég nehéz a kérdés, és valaki nem azért pasol meg az első vizsgán, mert nem tudja a kreszt, hanem mert izgul, és valamelyik kérdést félreolvassa. Jó? Úgyhogy tényleg készüljetek, jó tanfolyamot kívánok nektek. És hogyha bármiféle kérdésetek van, Attilánál megtaláljátok a telefonszámomat, meg a kollégám telefonszámát, hogyha mi kellünk, de amúgy Attila bácsi erre tud válaszolni.